9220 forint az első fél éves hulladékszállítási matrica, melynek megvásárlása mindenkinek kötelező. A 2013-as matricával a hónap végéig szállítják el a szemetet. Az év első munkanapján a Városgazdálkodási ZRT megkezdte az idei kukamatricák árusítását. Két helyszínen lehet megvásárolni, a Bethlen utcai ügyfélszolgálaton és a ZRT nyugati soron található központi irodájában. A matrica az idén az első fél éves 9220 forintba kerül, a korábbi évektől eltérően most nem adunk egész éves matricát, csak fél éves lehet váltani, és ez a szokásos szolgáltatási díjak, szolgáltatásokat tartalmazza, vagyis a heti egyszeri ürítést, a 120 literes edényzetre vonatkoztatva, a nyári három hónapban a heti kétszeri ürítést, ez is azért a pénzért természetesen, akinek van matricája, annak a lomtalanításkor elszállítjuk a kihelyezett lomokat. Ebben az esztendőben kísérleti jelleggel került bevezetésre az úgynevezett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a papír és a műanyag tekintetében. Azok a ügyfeleink, akik részt kívánnak venni ebbe a kísérletbe, hogy így mondjam, és együttműködve velünk szelektíven gyűjtik a hulladékot, a matrica megvásárlásakor kapnak 6 darab papírhoz való és 6 darab műanyaghoz való zsákot. Ezekbe gyűjthetik otthon szelektíven a papírt és a műanyagot, és bármelyik gyűjtési napon, tehát amikor egyébként a kukájukat is ürítjük, ezt kihelyezhetik a közterületre, és ezt egy külön gyűjtőjárművel mi összegyűjtjük, és a minőségnek megfelelően ezt utána elszállítjuk, és hasznosításra kerül. A tervek szerint ez a szolgáltatás 2015-től kerül teljes körűen bevezetésre, árult el Nyéki István. Amennyiben a gyűjtőedény megtelt, a további hulladékot a hagyományoknak megfelelően az ügyfélszolgálaton megvásárolható feliratos zsákba kell kihelyezni az ürítési napon. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a zsák önmagában nem helyezhető ki a közterületre, csak azoknak jár, akiknek van közszolgáltatási matricájuk, amit mindenkinek meg kellene vásárolni. A jogszabályok, úgy a törvény, mint a helyi rendelet kimondja, hogy a hajdúszoboszlón a hulladékszállítás az egy kötelező közszolgáltatás, ez mind a két fél számára, vagyis a igénybevevő és a szolgáltató számára is kötelezettségeket jelent, az igénybevevőnek azt, hogy ez kötelező igénybe venni, és ez azt is jelenti egyúttal a jogszabályba szövegszerűen megfogalmazva, hogy a díjat ki kell fizetni, a szolgáltatónak pedig kötelezettséget jelent a tekintetben, hogy a közterületre kihelyezett edényzetben lévő hulladékot el kell, hogy szállítsa. A 2013-as matricával ellátott hulladékgyűjtőket január 31-éig ürítik ki. Január 31 után csak a 2014-es matricával ellátottakat fogjuk üríteni. Ez meddig lesz érvényes? Június végéig? Június végéig érvényes, természetesen ott is lesz egy türelmi idő, de fél évkor már nem adunk csak 15 nap türelmi időt, hiszen a második fél évre érvényes matricák árusítását előző hónap közepén el fogjuk kezdeni, és így mindenkinek megfelelő ideje lesz arra, hogy megvásárolja. A Városgazdálkodási ZRT felhívja a lakosság figyelmét, hogy a matrica vásárlásakor azt a tényleges szolgáltatási helyet kell megnevezni, ahonnan a hulladékot elkívánják szállítatni, valamint nem ürítenek olyan kukát, amelyen nincs matrica, hiányos vagy olvashatatlan annak sorszáma. Oh,